Érdeklődéssel figyelem az embereket, hogy melyik korosztály hogyan reagál a mobileszközök elterjedésére. Ahogy látom, a fiatalok tovább bírják levegő nélkül, mint mobil nélkül. Ugyanakkor az én korosztályomból sokan már csak legyintenek, pedig nem kellene. Elég későn barátkoztam meg az okostelefonnal, de egy jó ideje már nekem is ott lapul a táskámban. Nagyon sokat segít például abban, hogy több szabadidőm maradjon, mondjuk leülni egy tejára azokkal, akikkel akkor is leültem, amikor nem volt telefonunk. Szia, Andrea! És hogy értek-e hozzá? Dehogy. De kérdezni merek, tanulni pedig most is szeretek. Barátnőmmel, dr. Gyarmati Andreával arra vállalkoztunk, hogy az okostelefonjainkkal hétköznapi feladatokat próbálunk megoldani. Drukkoljanak nekünk! Ó, köszönjük szépen! Frissen sült? Az nagyszerű. Hamuban! Ha megkérdezték, hogy mióta vagyunk. Na mi? Hopp. Valami érkezett. Izgulok, Pityeg, hogy ez milyen igen. feladat Én lesz. Is. Na várjál, beindítjuk a kis dolgunkat. Andrea Judit, tervezetek útvonalat a budapesti Bárdos Artúr utcába annélkül, hogy telefonálnátok. Na ez nem elég. Rendeljetek taxit és tervezzetek utat tömegközlekedési eszközökkel. Azt te minden. Na most várjál. Ez te vagy a budapesti. Na, az jó. Én vidéki vagyok, bocsánat. Először is ki kéne derítenünk, hogy hol van Bárdos Artúr utca. Próbálkozzunk. Mi az ötlet? Budapest, Bárdos Artúr. Azt se tudom, hanyadik kerület. Lehet, hogy van 10 belőle. Na, neked... Budapest, Bárdos Artúr utca. Itt van. 1041, akkor az Újpest kell legyen. Ide? Igen, negyedik kerületet mutatja igen. neked. Üdvözöllek, Andris vagyok, indulhatunk. Jaj. Na jó, neked van egy Andrisod, így ne haragudj, hát így könnyű. Választottam, hogy fiút vagy lányt, és én őt választottam. Aha. Na de várjál. Sose de fogunk Várjál, ha taxit rendelünk, akkor a taxisnak tudnia kell. Na de nekünk tömegközlekedést is kell. Az a nehéz, mert a taxisnak bemondjuk, aztán ő akármilyen. Nem, a taxist meg kell rendelni, az is egy feladat. Ja, akkor ez többszörösen összetett feladat. Akkor most... Már a vasút történeti... Írjunk sorrendet. Na jó, ezt leraktam. Nem, akkor rendeljünk taxit. Te szoktál taxit rendelni? Nem, mert a saját autómmal közlekedem. Na, de akkor most mégiscsak rendelni. Hát se tudom, hogy... Azt, hogy telefonon... Nem lehet, hogy kiállunk az út szélére, és leintjük. Várjátok, az drágább. Kiállok az út szélére. Na, innen ne tovább, mert ez már magánügyünk. Tehát akkor most egy applikációt keresünk, igaz? Igen. Nehéz volt az, hogy... Hogy taxit rendelni, mert hogy le kellett tölteni applikációt. Ott van. Bocsánat, ja, szememet kinyom. Persze, hát együtt csináljuk. És ezt... akkor odaírja a taxi. Igen. Taxi. Mit meg nem tanulunk? Taxis játékok, taxi. Taxi. Nem ördögös dolog ez, csak meg kell tanulni. Azt kell beírni, hogy... Ide azt, hogy a Bárdos Artúr utcába. Oké, akkor ez itt van. Jó, nagyszerű. És akkor kijön egy útvonalterv, nem? Akkor ezt most már elküldöm. A taxinak. Oké, elküldtem, és akkor most... Ő vissza fog, bizonyára fog értesíteni, hogy megkapta, vagy talán, hogy mennyi idő, hogy mennyi idő múlva lesz. Már itt is van, 5 perc múlva itt van, akkor le is mehetünk. Persze. Akkor a teját gyorsan megiszunk. Várjál, de még azt is ki kell találni, hogy megyünk el tömegközlekedéssel. De közben rájöttem, tudod, mire jöttem rá? Tehát most az a feladat, akkor hogy... Hogy jutunk el innen, a Bárdos Artúr utcába... Tömegközlekedéssel. De most, ha a taxit is applikációval kerestük, akkor most ezt is meg kéne próbálni applikációval. Akkor hajrá, látok. Akkor azt kell írni, hogy Budapest Go. Ez is itt, ugye? Budapest Go. Beírtuk, hogy hol vagyunk. És be kell írni, hogy hova megyünk, és most már itt vagyunk az utazás tervezésnél, és nézd, mi jött itt ki. Hát ez írtok lesz, hogy sárga a villamos, nem hittem volna, kék a busz, itt van, hogy mennyit kell gyalogolni, és akkor van 1, 2, 3, 4... Négy variáció. Tehát azt is megnézheted, hogy melyikkel érsz oda a leggyorsabb.
Hát akkor valószínűleg azért rakja ezt legelőre, mert ezzel érek oda leggyorsabban. Várjál csak, az a jó. Sorrend. Hát jó, hát ez nagyon érdekes ez nagyon, volt. És nagyon érzés, hogyha visszakutom önöket, megérkezett a taxi. Arról teljesen nem fő, hogy fog örülni nekünk, hogy végre. Na jó, hát akkor ez ennyi volt most ma egészségünkre. És akkor megyünk a Bárdos Artúr utcába. Megyünk a Bárdos Artúr utcába taxival. Számomra ez volt eddig a legnehezebb feladat, mert szerintem én védőoltást kaptam tájékozódás ellen, tehát képes vagyok egy helyben eltévedni, és nagyon érdekes volt, hogy milyen egyszerűen meg lehet oldani, sőt, hogy fölkínál több lehetőséget például tömegközlekedési eszközzel, és ott van mellette, hogy mennyi idő alatt jut az ember A-ból B-be. Számomra ez volt a legnehezebb feladat. Egyszerűen azért, mert autóval járok, így a taxi is, a tömegközlekedés is idegen pálya számomra. De most is az történt, hogy amikor némi segítséggel ezt is megoldottuk, rájöttem, hogy valójában nem ördöngös dolog ez, csak ezt is meg kell tanulni.